Rendőrök járőröznek az utcákon, kiránduló helyeken, hogy vajon betartjuk-e a kijárási korlátozás szabályait. A boltba, gyógyszertárba is csak meghatározott időpontban lehet lemenni, az idős családtagok pedig elmagányosodhatnak. Hiszen most az a fő szabály, hogy maradjanak otthon, kerüljék még azokkal a családtagokkal való találkozást is, akikkel nem élnek együtt. Mindez még egy egészséges lelkületű fiatalban is szorongást kelthet. De az idős kiszolgáltatott embereknél ez még inkább így van. Azt érzik, hogy képtelenek kézben tartani az ügyeiket, sem megoldani, sem megszüntetni nem tudják a problémáikat, és egy krízist élnek át, mondja Kertész Ágnes, pszichiáter. Az idős kiszolgáltatott betegeknek a száma jelentősen megnőtt, a krízisbe kerülőknek a száma jelentősen megnőtt. Ugye nagyon nehezen tudjuk elfogadni a mostot, tehát ami most történik, hogy ebben nagyon nehéz megküzdeni, és ugye maga a pszichiátria az az orvostudományág, ami legérzékenyebben reagál minden külső krízisre és belső krízisre is. Tavasszal eleve nőni szokott a mániás depresszióval küzdők száma, ez most sincs másként, csak épp a koronavírus járvány miatt új tartalommal bír a betegség, tette hozzá Kertész Ágnes. Ez a fajta fenyegetettség, amit nap mint nap átélünk, megélünk, az belekerül a gondolatmenetébe a pácienseinknek. Folyamatosan fogadják a krízisbe kerülő betegeket a Tolna megyei Balassa János Kórház pszichiátriai ambulanciáján, és az osztály is működik, a járvány ellenére is. Itt fogadják a krízisbe kerülő mentális betegeket, és adnak nekik segítséget.